Üdvözlök mindenkit itt a Tech2 YouTube csatornáján, én Zsolt vagyok, kezemben pedig az iPad Pro-t fogom, ebből is a legújabb 10,5 hüvelykes változatot, ugyanis júniusban lezajlott a WWDC 2017 fejlesztői konferencia, ahol az Apple nem csak az iOS 11-ről adott át értékes információkat, hanem két új táblagépet is bemutatott, mind a kettő csak iPad Pro néven kerül forgalomba, a kettőt úgy lehet megkülönböztetni, hogy az egyik az az itt látható 10,5, a másik pedig a 12. 2,9 hüvelykes változat, inkább talán ez a modell szól a consumer szektornak, tehát a felhasználóknak. Ami érdekessége a táblagépeknek, hogy az Apple tényleg minden erejét belerakta, amit csak most mobilos fronton el lehet képzelni, hiszen az Apple A10X Fusion névre hallgató 6 magas processzor elképesztő erőt garantál az iPad-eknek, ezen kívül pedig a 4 GB RAM-ot is mindenképpen dicsérni lehet, hiszen tudjuk, hogy mivel hibernál az iOS, így ezért rengeteg alkalmazást meg lehet nyitni kvázi a háttérben. Ami még érdekesség, hogy az Apple iPad Pro-k megkapták az iPhone 7-ben található 12 megapixeles fényképezőt, mind az optikai képstabilizátor, mind az f/1.8-as apertúra rendelkezésre áll, valamint itt van még egy dupla ledes villanó is, tehát igazán érdekes, hogy hiába fura egy picikét iPad-del vagy más táblagéppel fotózó embereket látni, most már tényleg ezekkel az eszközökkel is jó minőségű képeket lehet készíteni. Ezen kívül hiába erős és megnövekedett felbontású kijelzővel rendelkezik ez a táblagép, illetve ennek a testvére, üzemidőben továbbra is 10 órát bírnak egy feltöltéssel, és tényleg az iOS 11 új funkcióival karöltve olyan magaslatokba emelte az Apple ezt a táblagép sorozatot, amilyenben eddig még nem voltak. Mi most az iOS 11-el fogjuk letesztelni, nyilván béta, nyilván vannak hibái, viszont talán így releváns igazán ez a bemutató. Az előlapon egy 10,5 hüvelykes 1668x2224 pixel felbontású IPS LCD panel dolgozik, aminek a betekintési szögei, valamint a fényere is abszolút megfelelő. Bal oldalt találjuk azt a dokkoló csatlakozót, ami segít a billentyűzetnek a kapcsolásához. Felül a 3,5 mm-es jack kimenet leledzik, a 4 hangszóróból 2, hiszen ez már egy multimédiás zenedoboz, valamint ide került a bekapcsoló gomb is. A jobb oldalon fedezhető fel a hangerő szabályzó billentyű, ezen kívül ide más nem szereltek. Ha az alját megnézzük a táblagépnek, akkor pedig még két darab hangszórót, valamint köztük a Lightning csatlakozót figyelhetjük meg. Több színben kapható az iPad Pro, hozzánk ez a Rose Gold variáns került. Jól néz ki ez is, de inkább a nőknek ajánlott, egyébként a hátlap fémből készült természetesen. Az előlap alján található az ujjlenyomat olvasó, ami nem Taptic Engine-es, tehát be kell nyomni, akár csak az iPhone 6S vagy éppen a 6 esetén, működése fantasztikusan jó, nem csak gyors, hanem precíz is, pillanatok alatt fölismeri a mintákat és igazából nem hibázik szinte sosem. Belül egy Apple A10X Fusion névre keresztelt 6 magas processzor dolgozik, 4 GB RAM társaságában, bődöletes erővel látja el az iOS-t ez a hardware, a pontszámokból is látszik, hogy minden rekordot képes megdönteni az Apple-nak az új megoldása. Ennek megfelelően a rendszer rendkívül gyors, és az újonnan bemutatott funkciók is akadásmentesen futnak már a beta verzióban is, a Control Center okosabb lett, de még mindig nem változtathatjuk mi, hogy melyek azok a funkciók, amiket mi el szeretnénk érni, ennek ellenére viszont azért a több lehetőség mindenképpen örvendetes. Ahogy szintén új szintre emeli az iPad Pro-nak a használatát, illetve az iPhone-ét is, hiszen kompatibilis vele, a drag and drop funkció, aminek köszönhetően a multitouch kijelzőnek a képességét tudjuk még inkább kihasználni, hiszen az ujjaink segítségével tudjuk kiemelni a képet és mondjuk beilleszteni máshova. Az alkalmazásváltó rendkívül jól működik, rengeteg programot képesek vagyunk a háttérben hibernálni, hiszen ugye nem futnak ilyenkor, akár egy játékot, akár más programot pillanatok alatt elővarázsolhatunk. A billentyűzet pedig nagyon jól használható, ez is megújult, hiszen könnyebben el lehet érni a speciális karaktereket, mindössze felfelé vagy lefelé kell húznunk az ujjunkat, lefelé érjük el a billentyűk mögött lévő tartalmat, felfelé pedig az ékezetes karaktereket. A táblagépen a videózás is rendkívül nagy élmény, meg lehet nézni pár filmet vagy sorozatot, és hát ehhez hozzájárul egyébként a 4 hangszóró is. Igazán remek dolog, hogy a hátlapra egy 12 megapixeles f/1.8-as apertúrájú kamera került optikai képstabilizátorral, valamint ledes villanóval, akár csak az iPhone 7 esetén.
Többféle mód áll rendelkezésünkre a kameránál, rögtön tudunk könnyedén zoomolni, ezen kívül pedig tudunk változtatni a videózásnál, ami 4K felbontásban történhet maximum. Lehet lassított felvételt, timelapse felvételeket készíteni, valamint Instagramra akár négyzetes alkotásokat készíthetünk, könnyedén is jól válthatunk itt a funkciók között. A fényképeket még live fotósként is meg tudjuk komponálni, ami azt jelenti, hogy az előtte és utána lévő pár pillanatot is felveszi a kamera. A képek minősége egészen fantasztikus, főleg táblagép fronton, nem csak a dinamika tartományt, hanem a vonélességet, a színeket, valamint a részletességet is lehet dicsérni. Könnyedén és jól fókuszál a kamera, pillanatok alatt elkészülnek a képek, és a tárolásuk is rendkívül egyszerű, és el lehet menteni akár ugye a felhőben is. Van 7 megapixeles előlapi kameránk is, ami ezt a teljesítményt nyújtja. A hardwareben található grafikus gyorsító minden új és régi játékot is maradéktalanul akadásmentesen elfuttat, legyen az autós, logikai vagy stratégiai játék, bármelyiket nyugodtan futtathatjuk. A 4 hangszórónak a minősége előnyös, iszonyatosan jól szól, nem csak játékok, hanem zenék esetén is. Az iPad Pro tehát tényleg egy iszonyatosan jó táblagép lett, talán most ért révbe az Apple-nek a sorozata, jól néz ki, könnyen kezelhető, villámgyors, és minden adatkommunikációs eszköz tartalmaz, amire szükségünk lehet. Van LTE-s és Wi-Fi-s modell, az alapmodellnek az ára 64 GB-os kivitelben 215 000 forinttól kezdődik. Én köszönöm a figyelmet, sziasztok!